Több mint 10 éve indult el a szalmaházépítészet hazánkban, azonban évente csak 1-2 ház felépítésénél alkalmazzák ezt a technológiát. A legnagyobb problémát az épületek tervezése és engedélyeztetése jelenti. Ez a természetes anyag jó hő- és hangszigetelő, az ilyen lakások fenntartása pedig kevés energiát igényel télen és nyáron egyaránt. Nyíregyházán és környékén jelenleg 3 szalmaház van. Ezt a képeken látható 120 négyzetméteres családi házat még 2010-ben közel 900 szalmabálából építették, megközelítőleg 1 év alatt. A ház éves fűtési költsége mindössze 50 ezer forint. Kívülről nem látszik, hogy ez egy szalmaház, esetleg a sarkokon látszik, hogy le vannak kerekítve, vagy a nyílászáróknál. A kivitelezésnél eléggé nagy volt a különbség, hogy ugye itt egy faszerkezetről van szó, ami először elkészül, tehát elkészülnek a falak, elkészül a tető, és utána töltjük ezt ki szalmabálával. Tehát a kivitelezésnél azért elég látványos volt, amikor 1000 darab szalmabála itt volt az udvaron, és azt építettük be ebbe a faszerkezetbe. A szalmaházak építése a szakértők szerint környezettudatos megoldás, és használható akár utólagos hőszigetelésre is. Néztünk olyan megoldásokat, amikor nem volt fűtve egy ilyen szalmabála épület egész télen, és néztük a benti a hőmérőhiganyszálát, és bármilyen mínuszok voltak kint, voltak olyan, hogy 2-3 hétig is mínuszok voltak éjszaka, akkor is plusz 10-nél nem ment lejjebb a fűtés nélkül a belső klíma. Tehát egy nagyon jó lehetőséget ad arra az időszakra is, akinek ilyen szigetelése van, hogy ebből van a háza, hogyha valami oknál fogva a elektromos ellátórendszer vagy a gázhálózat nem működne, bármilyen természeti katasztrófa vagy gazdasági ok miatt ez beáll, akkor egy nagy létbiztonságot is ad a szalmabálaház. Köszöntöm a stúdióban Názon Gyulát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal építésügyi főosztályának vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát elég nehezen tud elterjedni. Itt a szalmabála építészet, szalmabála házakról beszélünk, de hát nem csak ez az egy alternatív módja van, vagy megoldása van egy építkezésnek. Vajon mi lehet ennek az oka? Egyáltalán van-e arra szándék, hogy ezek terjedjenek? Ma Magyarországon talán elmondható, hogy a legjellemzőbb a hagyományos építőipari anyagokból a hagyományos szerkezeti kialakításra épülő hagyományos építési mód. Ma már ugye megjelent néhány olyan piaci szegmens, amely már ettől eltérő építési módokat, alternatív építési technológiákat jelent. Ezek közül ugye a szalma bálás építkezés az egyik, de közismert még természetesen a könnyű szerkezetes építési módok, vagy akár a gerendaházak kérdése is. Elterjedésüket tekintve talán azért nehéz, mert bizonyos speciális előírások vonatkoznak rájuk, az engedélyezésük vagy azoknak a minősítése akár építési anyagként, akár a késztermékként, tehát maga az épületnek a megfelelősége és annak a minősítési követelményrendszere nem egy könnyű feladat ma, és nem is biztos, hogy megoldható. Ehhez nincsenek alapvetően hozzászokva, az építtetői szokások és a hagyományos építési módokat preferálják. És tisztázzuk, hagyományos építési módon most a téglaépítést és alapvetően szilárd falazatú épületeket, ezt a téglaépítéseket. Mert alapvetően a hagyományos építészet az a vályog, tehát pontosan ezek még a természet. De akkor ezt most tisztázzuk, hogy a modern építészeti technológiákat értjük alatt. Így van. Elterjedésünknek talán még az is nehézsége, hogy alapvetően ezek az építési anyagok külön építőipari minősítéssel nem rendelkeznek. Ezeknek a beépítése, ahogy említettem is, egy elég speciális minősítési eljárás végén lehet megfelelőnek tekinteni, és a kivitelezők is én úgy gondolom, hogy még nincsenek abban a technológiai folyamatban még beleszokva, és még nincsenek arra felkészülve, amelyet adott esetben, néhány esetben ezeket a speciális építési módokat jelentik. Milyen előnyei vannak mégis egy ilyen fajta építészetnek, és milyen kockázatai? Előnyeiként talán el lehet mondani, hogy gyorsak, tehát alapvetően ugye egy szalmabálás építkezés esetében is egy vászszerkezet felépítése viszonylag gyors, ahhoz a szalmabálás térkitöltő építési technológia viszonylag gyorsan megoldható. Bizonyos épületszerkezeteknél, bizonyos építési anyagoknál jók az energetikai
feltételek és azoknak a tulajdonságai. Ez természetesen nem minden esetben van így, hiszen nem mindegy, hogy minősített vagy kevésbé minősített az épület szerkezet, de értelemszerűen ezek az előnyök azért fennállnak az úgymond a hagyományos, vagy most már modern építészeti, építési technológiákkal szemben. Hátrányaként talán elmondható az, hogy nagyon fontos, hogy a végén egy építőipari minősítést kapjon, tehát egy megfelelőséget tudjunk ebben igazolni. Másodrészt pedig talán az, hogy a kivitelezők, ahogy említettem is, nehezebben vannak a kivitelezés szakaszában erre felkészülve. Az építési anyagok beépítése is sokkal nehezebb ilyen tekintetben, bizonyos speciális technológiai folyamatokat követel meg. Milyen minősítési szabályokról van itt szó, milyen szempontoknak kell megfelelnie egy-egy épületnek ahhoz, hogy elfogadható legyen? Az épített környezet alakítása és védelméről szóló 1997. évi 78-as törvény elég jól rendezi az építési anyagoknak, termékeknek, berendezéseknek a forgalomba hozatalát, a beépítését és a betervezési beépítését és annak a minősítési követelményeit. Alapvetően az építési anyagokkal szemben támasztott követelmények, és itt a teljesség igénye nélkül, ugye a mechanikai szilárdság, állékonyság, tűzbiztonság, energetikai feltételek, higiéniai követelmények, ezeknek meg kell természetesen felelni. Maga a minősítésnél vagy önmagában a szerkezet van egyes forgalmazóknál, gyártóknál, építetőknél megjelenve és minősítve, és ezáltal könnyen megoldható. Ha viszont ez nem, hanem egyedi, speciális folyamatnak a végén történik az építési technológia, akkor az egész épületet, mint egy készterméket kell minősíteni. Ez viszont csak akkreditált szervezettel történhet meg, és egyrészt költséges, másodrészt pedig természetesen a végén a megfelelőség az nem biztosított minden esetben. És ha nem megfelelő, akkor akár le is bontathatják az épületet? Én úgy gondolom, vagy nem adnak rá egyszerűen lakhatási engedélyt is. Így van, tehát egyrésztről addig, amíg nem tudjuk szabályossá tenni, addig nem kaphat használatba vételi engedélyt, de nem a bontás az elsődleges cél e tekintetben, hanem akkor a belépnek azon szabályozási elemek, feltételek, hogy hogyan tudják megfelelővé szabályossá tenni ezeknek az épületeknek a megépültét és meglétét. Január 1-től ugye jelentősen módosult az építési engedélyezési eljárás, vagy egyáltalán lehet még engedélyezési eljárásról beszélni. Hogyan tud egy ilyen speciális építészeti megoldás, mint a szalmabála, vagy az egyéb alternatív, hogyan illeszkedik ebbe bele, és egyáltalán hogyan vizsgázott eddig ez alatt a 2,5 hónap alatt ez az új rendszer? Igen, most január 1-ével egy érdekes helyzet jött létre, hiszen a kormány egy önálló kormányrendeletben szabályozta azt a lehetőséget, és itt elsősorban a lakóépületekre gondolok, hogy 300 négyzetméter hasznos összes szinterületig engedélyezési eljárás nélkül úgynevezett bejelentésként tehető meg az építési szándék. Ez a bejelentés a beérkezéstől számítottan lényegben 15 nap múlva egy építésre majdhogy nem lehetőséget biztosít. Természetesen bizonyos felülvizsgálatok és vizsgálati szempontok vannak az építésügyi hatóságnak ezzel kapcsolatosan, de alapvetően engedélyezési eljárást nem folytat le. Ebből kifolyólag a dokumentációnak a megfelelőségére a tervező felel, így például a szalmabálás vagy egyéb alternatív építési technológiáknál megnő a tervezőnek azon felelőssége, hogy megfelelő építési anyagokat, szerkezeteket tervezzen be, és utána a kivitelezés során azt akár egy kivitelezési dokumentációval megkönnyítve, és ott a részleteket, az építési részleteket tisztázva egy megfelelő lakóépületet tudjunk létrehozni. Ezeknek az épületeknek ráadásul az átvétele sem egyszerű, hiszen egy sima hatósági bizonyítvánnyal kell mindössze, tehát már nem kapcsolódik hozzá használatba vételi eljárás sem, legalábbis a mostani szabályozás szerint, és ezeknél az elkészültnél egy egyszerű hatósági bizonyítvány, a helyi jegyzők adják ki az épületnek úgymond a meglétére vonatkozó bizonyítást. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm szépen.